Most egy kicsit a technikai sportok világát fogjuk érinteni, és ott is a vízi technikai sportokat. Mostani vendégeim korábban jártak nálam, és arról beszélgettünk, milyen kihívások előtt állnak. Most már egy páran túl vannak, mind hazai vizen, mind külföldön, úgyhogy most ellátogattak hozzám, hogy beszámoljanak róla. Köszöntöm a stúdióba Komonyi Lajost és ifjabb Komonyi Lajos jetski versenyzőt. Sziasztok, köszönöm, hogy eljöttetek hozzám. Mi újság, hogy vagytok? Egy-két futamon túl vagytok, mind itthon, hazai vizen, mind külföldön. Hogyan sikerült a hazai verseny, Larika? Hát a hazai versenyünk az Ónodon volt, itt nem messze. A Ski GP 3-as kategóriában indultam, illetve a Ski Junior GP 3-as kategóriába. A Ski GP 3 az érzéseim szerint egész jól sikerült, összetettbe egy harmadik helyet tudtam elhozni. Azt tudni kell, hogy itt a top 5 versenyző ebbe a kategóriába vagy világbajnok, vagy világbajnoki dobogós, szóval szerintem egy egész jó eredmény volt. Volt pár futam, ami nem igazán sikerült olyan jól, de viszont nagyjából többi futamban ki tudtam javítani azt, ami elment. A junior kategóriába pedig maga biztosan be tudtam húzni mind a három futamot, úgyhogy ott meg lett a mondhatni sima első hely. Menedzserként, édesapaként hogyan értékeled a fiat teljesítményét? Azért itt nem akármilyen listát soroltál, és mindenhol bizony az eredmény, amit elért. Abszolút elégedett vagyok. Ugye a tavalyi versenyben egy kis gondunk akadt a technikával. Idén, hál' Istennek úgy néz ki, hogy a Fortuna és a technika is velünk van. Nagyon jó lett a hajó. Rendkívül dinamikus bolyától bolyáig, és a végsebességünk is most már megfelelő. Mondhatni, készen állunk a világbajnokságra. Laló teljesítménye úgy érzem, hogy rendkívüli ebben a mezőnyben, hisz ahogy említette, itt a top 5 pilóta, az egyik a barátunk az abszolút világbajnok ennek a kategóriának, van egy másik tehetséges fiatalember, aki már szintén ebbe a kategóriába világbajnoki címet szerzett, úgyhogy nehéz felkerülni itt a dobogóra, senki nem hagyja könnyen a bőrét, de tudott összpontosítani, jól összerakta a futamokat, én nem éreztem benne olyan problémát. Ő már ugye most a 120%-ra megy, ő már az apróságokat is észreveszi, úgyhogy én teljes mértékben elégedett vagyok az ónodi versennyel. Szuper volt a szervezés, jó volt a verseny, várjuk a következő hétvégi Dunaharaszti futamot. Még mindig piszkosul fiatal vagy, viszont már rengeteg tapasztalattal rendelkezel, és hát nagyon könnyedén sorolod ezeket az eredményeket, amik azért nem ilyen egyszerűek, gondolom, elérni. Hogyan kezeled ezt te úgy, hogy ezek az eredmények már természetesek neked, vagy azért még mindig úgy vagy vele, hogy örülsz, hogyha egy ilyen nagyobb sikert elérhetsz? Hát nyilván örülök, hogyha egy ilyen sikereket elérek, viszont én mindig, most már ebben az évben mindig törekedek a legjobb eredményekre, vagyis itt az első helyre gondolok, és nyilván, hogyha ez nem sikerül, akkor egy kicsit el vagyok kenődve, de nem annyira, mert tudom, hogy azért mondjuk egy dobogó is dobogó, de azért a győzelem a cél, és reméljük, hogy a év többi futamába ez össze is fog jönni majd. Édesapaként, edzőként te hogyan kezeled a sikereit, illetve van-e benned elvárás felé? Rendkívül ő módon büszke vagyok rá. Ezt nagyon sokszor szoktam neki hangsúlyozni. Már most felnőttként viselkedik a pályán is, a parton is. Elég gyorsan átléptük ezeket a kamaszos dacokat, és rájött ő is, hogy kemény összpontosítással sikereket lehet elérni. Gyakorlatilag nem veszünk simán, minden eredménynek örülünk, mert nehéz körülmények között versenyzünk, egy nagyon nehéz mezőnyben. És az ellenfelet pedig meg kell tanulni, hogy tiszteljük, mert bármikor bárki tud nekünk meglepetést okozni, úgyhogy minden versenyre úgy állunk oda, úgy megyünk oda, hogy győzni mentünk, győzni megyünk, és de azért a többiek is ott vannak, és ők is ezért jöttek, úgyhogy kemény harcok vannak. Tudnak meglepetést okozni, de úgy látszik, hogy nem sikerült most hétvégén Olaszországba, ugyanis úgy hallottam, hogy leiskoláztátok a mezőnyt, ott jártatok idegenben. Milyen volt az a verseny? Hát egész jó volt. Az utazás nyilván kicsit kimerített, de a rákeveredező nap valamennyire ki tudtam magam pihenni a versenyre. A két futamon volt csak összesen, viszont azok egész jól sikerültek. Ez volt az első olyan tapasztalatom igazán nagy hullámokon, ami valószínűleg a világbajnokságokon is lesz, szóval ez egy nagyon jó felkészülési verseny volt a számomra. És a nagyobb hajók közt
a Yamaha Superjet 1050 köbcentis hajói között, ami kisebb, csak 800 köbcentis hajóinkkal gyakorlatilag leiskoláztuk csapattársammal egész mezőnyt mind a két futamba, és az első és a második helyet be tudtuk hozni. Minek köszönhető ez a siker, hogy igazából erősebb gépekkel versenyeztek az ottaniak, de mégis nekik sikerült leiskolázni a mezőnyt? Isten igazándiból nagyon-nagyon jók ezek a régebbi Yamahák, ezek a kétütemmotorok nagyon pattanósak, nagyon ugrósak, és a hajótest is rendkívül jó az újhoz képest. Hát az egyik, a másik pedig, hogy azért egy 600 üzemóra tapasztalat van a fiúkban. Ez azért messziről is szabad szemmel is látható szám. Úgyhogy most ez ilyen típusú vizen még nem versenyeztünk, voltunk nagyon sok típusú vizen. Olaszországban vannak olyan tavak megépítve, amik felkészítenek, de ilyen nyílt vízi, kicsit freeride-os típusú hullámokra nem voltunk felkészülve. Ugye derékszögbe kell nagy hullámba tempóval ráfordulni, ami átcsap a hajó felett. Az első szabad edzésen egy picit megmosolyogtak minket az olaszok, hogy megjöttek a tavi fiatalok, akik még nem láttak ilyen hullámot. Annyi, hogy a fiúk ezt egy 10 perc alatt felvették ezt a ritmust, és amire ők nem számoltak. Az első futamban már nem volt mosolygó olasz, gyakorlatilag a második körben a két fiú beállt az élre és elhozta a dobogó első két fokát. Ott már azért komolyabb érdeklődés volt már a parton, hogy a fiúknak milyen teljesítménye van, aztán közöltük a eddig megszerzett címeket, akkor már tényleg lefagyott a mosoly az arcokról, és utána a második futamba jeleztük, hogy most már fogjátok vissza magatokat, úgyhogy kört kapott az egész olasz mezőny. Gratuláltak nekünk az eredményhez, külön lettek értékelve a fiúk, tehát a Nemzetközi Sportszövetség, a UIM szervezésében volt ez a verseny, és ott a vezetőség már ismeri a fiúk teljesítményét, ők számoltak is ezzel, hogy lesz meglepetés. Büszke vagyok rá, nagyon gyorsan alkalmazkodott a körülményekhez, rendkívül jól megoldották a feladatot, amit kellett, innentől kezdve bennem már nincs semmilyen félelem, hogy a nagy világbajnokságon esetleg szerintem minden zökkenőmentesen fog menni, majd a Fortuna, a technika meg ő eldöntik, hogy hol végzünk, mert győzni megyünk majd. Igen, és hát az elképesztő teljesítmény mellett ugye egy új géppel is versenyzel. Te, mint versenyző, milyennek találod? Nagyon más, mint az előző gépet, szokni kellett, vagy egyébként hamar felvetted a ritmust vele? Hát igazából a test az szinte ugyanaz volt, ugye ugyanabba a hajóba került bele, csak egy újabb motor, meg pár újabb alkatrész. A motor az érzése sokkal jobb volt, mint a tavalyi, sokkal jobban rá tudtam érezni, és igazából összességében gyorsabb tudtam vele lenni, illetve az idei évben is, ugye a felkészülésnek hála, eléggé sokat tudtam fejlődni, szóval reméljük, hogy ez minél hamarabb ki fog fizetődni. Lajos, kérlek, beszélj arról, egy kicsit a technikába menjünk bele. Mit jelent ez a különbség egyébként? Maga az, hogy ugye most egy erősebb motor került a jetbe, ez mennyivel kell máshogy alkalmazkodni hozzá? Haladunk a korral, ki kell próbálni, nagyon sok gyártó van, és találtunk egy rallyban is használatos dugattyút, ami egy prémium kategória, ebből sikerült beszerezni több készletet, ehhez állítottuk be az új motort, ezek sokkal könnyebb dugattyúk, amik azt jelentik, hogy jobban forog a motor, hamarabb elkapja a lendületet, sokkal pattanósabb, ehhez ugye az autókon kerék van, itt egy hajócsavar van, amit mi csak csigának hívunk. Ehhez a motorhoz a megfelelő beállításokat kellett megtalálni, úgyhogy egész korán már március elejétől vízre mentünk, és teszteltünk, úgyhogy a hajószerelőnkkel, Mészárics Róberttal elég sok időt fektettünk bele ebbe a motorba, ami úgy érzem, hogy jó lesz, sőt már most nagyon jó. Mindemellett még kitaláltunk egy dolgot, amivel még jobbá lehetne tenni a technikát, úgyhogy a haraszti verseny után került tesztelésre az új motor, úgyhogy remélem, hogy egy mindent vívős autós kártyát tudunk letenni Albiára.
hogy ne legyen kérdőjel a futamba, de hát ezt majd még a következő hónap tesztelései fogják eldönteni, elég szűk lett a határidő, de megoldjuk. Hétvégén ugye Dunaharasztiba fogsz versenyezni, ott milyen célokat tűztél ki magad elé egy ilyen eredménylista után? Hát Dunaharasztiba természetesen a győzelmet megyünk. Reméljük, hogy a én teljesítményem, a hajó teljesítménye, illetve a szerencsénk is elég lesz ahhoz, hogy a legjobb eredményt ki tudjuk hozni magunkból. Ez nyilván egy technikai sport, szóval csak reménykedni tudunk benne. Reméljük, minden rendben lesz, és hát igen, nyerni szeretnék. Ez a fő cél. Ha már ilyen jól kezdődött az év, és akár ha így is folytatódik most a hétvégén, mik azok a célok, amiket az évre megfogalmaztatok magatoknak, hogy jó lenne, hogyha összejönne? Hát mindenképp ugye az országos bajnoki dobogó volt egy ilyen kemény mezőnyben az első számú cél, ugye ott is a tetejére gondoltunk. Olbia az ebbe a kategóriába, az a kategória történetének legerősebb mezénye fog összeérni, tehát a topok topja fog összeérni, ez szerintem az egyik leglátványosabb kategória Szardinián, amiben ők indulnak. Mindenki nagyon készült, és mindenki nagyon jó pilóta, de azért ott is szeretnénk természetesen az élen végezni. Hát egy országos bajnoki cím juniorban azért azt mindenképpen szerintem azt megirányozhatjuk. Egy első helyet, vagy egy dobogó tetej felét a felnőtt bajnokságba, és ugye a világbajnoki cím, ami július 20-án kerül megrendezésre Győr-Zámolyba. Ott lesz egy junior világbajnokság és egy nagy Európa-bajnokság, ott mindenképpen nyerni szeretnénk, hisz már 4 ezüstérmünk van, és már úgy érezzük, hogy egy aranyat azért haza kéne hozni. Mindenképpen. Ezek a tervek, aztán szeptember végén zárjuk Paj Portugáliával a versenyszezont. Akkor most a maximalista versenyzőket kérdezem, hogy te mivel lennél elégedett így az évre? Úgyhogy ilyen jól indult a szezon akárhogy is. Hát én ugyanúgy maradnék Adnál, amit az előző interjúnál is elmondtam, hogy ugye a világbajnoki cím, illetve az Európa-bajnoki cím mind a felnőtt kategóriába, mind a kisebbeknél a junior kategóriába, illetve az országos bajnoki cím ugyanebbe a kategóriába. Hát elég nagy esélyem van rájuk, mert nagyon jó a tempóm, érzésem szerint, de majd meglátjuk. Technikai sport, szóval még bármi lehet. Hát reméljük, hogy a fiatal szuper tehetségnek minden célja össze fog jönni idén, és reméljük, hogy már most hétvégén Harasztiba is bezsebeli a következő győzelmét kategóriájában. Én nagyon szépen köszönöm, hogy ellátogattatok hozzám, minden jót kívánok nektek, a szerencse is legyen veletek, és hajrá, minden célot teljesüljön az idei évben. Köszönjük a meghívást!